Hoztam, kinek milyen kedve van hozzá, és le kell festeni fehérre. Tehát Halloween-i kézműves és tökfaragás címmel hirdetett a Tolnai Művelődési Központ ezen a vasárnapi napon egy kis családi programot. A kézműves foglalkozással kezdünk. Most éppen Halloween koszorút készítenek a gyerekek, Halloween karkötőt, kis képecskéket tudnak színezni, rajzolni, illetve lámpást csinálnak. Ez a Halloween igazából egy olyan ünnep, vagy egy olyan téma, amiben minden korosztály megtalálja a magának való tartalmat. Tehát a kicsitől a nagy is tud készíteni, meg hát kézműveskedni minden korosztályú gyerek szeret. Jelentkezést kellett előzetesen végrehajtani, és szerencsére nagyon gyorsan pár nap alatt be is telt a létszám. Úgy látszik, hogy tényleg nagyon népszerű, mert most ennek van az ideje, mindenhol kerülnek ki az ablakokba a töklámpások, és nagy szeretettel készítik a gyerekek is el a saját töklámpásaikat. Lesznek minták, de hát mindenkinek a saját elképzelésére van bízva, hogy milyen tököt akar kifaragni. Tehát csak a fantázia szabhatár. A gyerekek élvezték az alkotói tevékenységet, szívesen készítették a kicsit rémisztő, de mókás dekorációkat. Befestettük, utána ráragasztottuk, utána kidészítettük. Először le kellett festeni, aztán kellett egy szalvétát ráragasztani, be kellett festeni, aztán rá kellett rakni ezt a pókhálót, aztán megint egy kicsi festék rá, és úgy kész. A délután fénypontja természetesen a tökfaragás volt, ami igazi csapatmunkává vált. A résztvevők terveztek, rajzoltak, fúrtak, faragtak, míg minden tök tökéletes nem lett.